asta acolo, vom da. Uite-te la blonda. Gata! Da, schimbă. O születi boldog, azt kell csinálni, amit szeret. Maga a harcművészetet és a funkcionális edzést én tiszta szívbe csinálom. Vannak az idején, mikor én ezt a sportot megismertem, a harcművészetet, akkor Csaba lett, Gombos Csaba lett Európa-bajnok, utána jött a világbajnokság, és így kezdtem én is tapadni utánuk. Én mondhatom, hogy ez egy munka, de erre kell álmodni, sokat ott, úgyhogy nem csak az, hogy na, én most megyek az edzőterembe és edzek, hanem ez 21 órában 24-et a fejedbe kell legyen. Maga a helyiség hozza azt az álmot, mert lehet, hogy más mentalitásom lett volna, hogyha kint élnék, mert az öcsi még egyik 20 éve él kint, és másképpen látja a világot. Én mondhatom, hogy maga a helyiség, maga az ország, maga a vásárhely hozta ezt. Szülővárosomban találkoztam olyan emberekkel, akik nagyon sokat tettek értem. A sportban nincs az, hogy te román, én magyar vagy, én romás, te magyar. Pata Zoltán vagyok, harcművészettel foglalkozok, mondhatom, hogy gyerekkoromtól. Ez egy álom volt, hogy teljesítsek egy edzőtermet, kemény munka volt, minden tére. Megyei bajnokságtól indultam, és eljutottam, hogy legyek háromszoros világbajnok, többszörös országos bajnok, európai bajnokság, világkupa, és az ide megszereztem a kétszeres világbajnokságot.